alig lassul a koronavírus terjedése Oroszországban. Az aktív esetek száma még mindig növekszik, már 220 ezer felett jár. Az orvosok hetek óta megállás nélkül küzdenek a betegek életéért, köztük Krisztofor Zemljanika is. 7 ember halt meg az intenzív osztályunkon. Egy nő miatt különösen aggódom. Azt hittem, hogy már nagyon idős, de még csak 50 éves. Mindenki bízott benne, hogy fel fog épülni, aztán hirtelen ismét kómába esett, belső vérzése lett, és most kritikus állapotban van. Bár az igazolt fertőzöttek száma még mindig naponta több mint 8000-rel növekszik, Vlagyimir Putyin elnök megkezdte az országos szintű korlátozások enyhítését. Az élet azonban nem tért vissza a normális kerékvágásba. A helyi hatóságoknak ugyanis jogában áll fenntartani az óvintézkedéseket. A járvány által leginkább sújtott Moszkvában például a hónap végéig még biztosan nem jön az enyhítés. Moszkva kórházaiba folyamatosan érkeznek az új betegek. A Vesztegzár fennmarad a járvány gócpontjában, mert a polgármester szerint még mindig nagy a kockázat, mondta az Euronews tudósítója. A 3600 orosz áldozatból több mint 2000-en a fővárosban haltak meg. A maszk és a kesztyű használata mindenki számára kötelező a moszkvai közterületeken. Az orvosok munkáját önkéntesek is segítik. Andrej Kondrasov egy magánklinikából átalakított járványkórházban dolgozik, és nem látja a fényt az alagút végén. Még mindig nagyon sok páciensünk van, nem csökken a számuk. Nagyon sok orvos betegszik meg, globális szinten is. Egyesek meg is halnak. A járvány vége még a moszkvai polgármester szerint sem látszik. Szergej Szobjanyin arra figyelmeztetett, hogy a fővárosban a májusi halálozási adat sokkal magasabb lesz az áprilisinál.